testtartás javítás, gerincverdülés megelőzése, számtalan fontos oka van annak, hogy már iskoláskorúak is elkezdjék a jogát, ám természetesen nem ugyanarra a mozgásformára kell gondolni, mint a felnőttek esetén. Összesen lehet hasonlítani a kettőt. Ezért is nehéz egyébként sokszor a szülőkhöz eljutni, mert ők meghallják ezt a szót, hogy jóga, és akkor onnan már filozófiára gondolnak, sok-sok hasonló másra, pedig itt nem ez történik, abszolút nem. 4 éve foglalkozok gyerekekkel, 20 éve jógázom, évek óta tartok felnőtteknek, és 4 éve van ez a vonalam. Kisebb korban, ugye főleg már egész kicsi korban, most itt sulisok vannak, de zovisoktól indulunk, ez a mozgásfejlesztésben nagyon fontos, illetve hát az érzelmi intelligencia fejlődésében is, hiszen ezt a gyerekek sajnos a mindennapokban és az iskolában sem tudják elsajátítani. Főleg suliskorban a gerinc mobilizáció az, ami még kiemelkedő, hiszen egész nap ülnek a gyerekek. Ülnek az iskolában, utána hazamennek és leülnek, és ott is megint csak ülnek és tanulnak, és nagyon kevés a mozgásuk, és azért a gerincük sem biztos, hogy megfelelően fejlődik. Illetve hát, ami még jógán nagyon fontos, hogy lélegezni is jól megtanulnak, és relaxálni, amiben aztán szépen meg tudnak nyugodni, hogyha egy stresszes helyzetbe kerülnek, mert sajnos ez már náluk is fennáll. Kell nekik egy idő, amíg belesimulnak ebbe a történetbe, de amikor már átlendülnek, amikor megérzik, hogy miről van szó, akkor abszolút simulékonyak. Illetve hát itt rengeteg a játék, ahol aztán kimozoghatják az energiáikat, és mindent, amit csak szeretnének, úgyhogy itt mindenre van lehetőség. A Naszályi Művelődési Házban péntekenként Simon Anett órán ismerkedhetnek meg a gyerekek a suli jóga alapjaival.